Hamarosan elkészül a ballószögöt és helvéciát összekötő határút új aszfaltburkolata. A munkálatok a nyár folyamán kezdődtek, de ennek a terveztetése, engedélyezése már 2021-ben elkezdődött. A határút helyzete elég összetett, mivel három településnek a határán fut végig, 2,8 km-es szakaszon. Végül támogatásból és önerőből sikerült megvalósítani a terveket. 299 millió forintot nyertünk rá, és ehhez közel 50 millió forint önrészt kellett hozzátennünk, aminek a 347 millió forint a kivitelezés költsége. Ugye itt a Balosszög részen mi aszfaltot terveztünk, a helvéciaiak azok pedig egy higított bitumenes felületi zárást, ez valósult meg. Közben nagyon sok közművet építettek itt a Telek tulajdonosok, illetve mi még négy tűzcsapot építettünk ki. Az út aszfaltozását Somogyi Lajos ballószög polgármestere kezdeményezte, mivel ez egy gyűjtőút is. A szándék, hogy a reggeli csúcsforgalomban, akik nem szeretnének Adafalva felé menni, kerülni tudjanak Helvécia felé. A munkálatok a napokban már be is fejeződnek. Napi 500 métert aszfaltoznak le itt a kivitelezők, tehát azt gondolom, hogy maga az aszfaltozás része az hétvégére, időjárás függvényében, hétvégére, jövő hét elejére el fog készülni, és akkor utána vannak még ezek a becsatlakozó részeknek a kialakítása, az útpatka rendbetétele, az árkok rendbetétele, táblázás. Az út műszaki átadás és forgalomba helyezése november-december között várható. A további tervek között pedig szerepel, hogy kiszélesítsék az aranykor utat.